kívánok, sziasztok! A Jövő TV Reflektorban című műsorának mai vendége Szilágyi György, a párt alelnöke és szóvivője. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nyilvánvalóan az elmúlt hetekben elég sok minden történt a Jobbik környékén, és bár ebben a beszélgetésben nem csak erről szeretnénk beszélni, de nem úszhatjuk meg, hogy néhány perc erejéig szót ejtsünk az elmúlt hetek történéseiről. A Jobbik több korábbi országgyűlési képviselője vagy meghatározó politikusa is jelezte azt, hogy távozik a pártból. Nemrégiben itt járt nálunk Zé Kárpát Dániel, aki arról beszélt, hogy a Jobbik tisztújításán Jakab Péter utat mutatott a Jobbik számára. Ez az az út? Így van. Jakab Péter a Jobbik tisztújító kongresszusán is elmondta, hogy milyen víziót szeretne, milyen úton szeretne elindulni. Elmondta azokat a nehézségeket is már ott a kongresszuson, amik ránk fognak várni ezen az úton, ami 2022-ig terjed. Elmondta azt is, hogy egy másfajta Jobbikot képzel el, egy sokkal harcosabb és egységesebb Jobbikot. Sőt, azt is elmondta, hogy ezen az úton nem biztos, hogy mindenki velünk fog jönni, lesznek majd olyanok, akik nem vállalják ezt a minőségileg egyébként sokkal nagyobb feladatvállalást, ezt a nagyobb harcot, és ők el fognak menni. Ez történt is egy-két ember esetében, aki nem vállalta tovább a harcot, ők elmentek. Mi meg pedig folytatjuk tovább a harcunkat, hogy leváltsuk az Orbán kormányt. Azok, akik távoztak most az elmúlt hetekben a pártból, ők a leghangsúlyosabb kritikákat azzal kapcsolatban fogalmazták meg, hogy a Jobbik, mint hogyha letért volna erről a nemzeti, jobboldali, konzervatív útról. Ez tényleg így van? Megint csak a kongresszusra tudok visszatérni. Jakab Péter elmondta, hogy a Jobbik az egy jobboldali, nemzeti, keresztény, konzervatív alapokon működő párt, egy néppárt, amely Magyarország egészét kívánja képviselni, tehát egyáltalán nem tértünk rá erről az útról. Az, hogy a kilépők mit mondanak, azt tőlük kell megkérdezni, hogy ezeket mire alapozzák. Én úgy gondolom, hogy semmiben nem változott egyébként a Jobbik az elmúlt 10-12 évben. Ugyanazok a célkitűzéseink, ugyanazok az elveink, a világ változik körülöttünk, ez a világhoz kell egyébként alkalmazkodni mindenkinek, de a Jobbik semmiben nem más párt, mint 2010-ben volt. Ugye ön nemrégiben adott egy interjút az Alfa Hírnek, amelyben arról beszélt, hogy mind a mostani politikai vezetését az országnak, mind a 2010 előtti világot le kell váltani. És egy ilyen politikai csoportosulásra van szükség. Az a kérdésem, hogy ugye a Gyurcsány Ferenc az elmúlt hetekben gyakorlatilag leuralta azt a fajta témát, hogy az ellenzéki együttműködés milyen formában jöjjön létre 2022-ben. A Jobbik akkor, hogyha közösen indul Gyurcsány Ferenccel a választáson, az azt jelenti, hogy akkor nem képes a 2010 előtti világnak a leváltására, és ez csak egy fél cél? Nem tartunk jelen pillanatban itt, tehát ahol tartunk, az szintén megint a kongresszusra kell visszatérnem, ott is Jakab Péter elmondta, hogy úgy kell megváltoztatni Magyarországot, és úgy kell Orbán Viktort elzavarni, hiszen ez az ország egy életetlen országgá vált, ahol mind a demokrácia, mind a jogállamiság súlyos veszélyben van. Úgy is mondhatnánk, hogy egy fél diktatúrában élünk egyébként, amit Orbán Viktor irányít, és ő határozza meg, hogy mi történik az országban. De nem csak az a cél, hogy Orbán Viktort leváltsuk, hanem az is, hogy ne hozzuk vissza az előző 30-40 évet. Hiszen én úgy gondolom, hogy ez az ország már tényleg megérett a rendszerváltás. A rendszert kellene váltani ebben az országban, hiszen az elmúlt időszakban az úgynevezett rendszerváltás óta is azzal találkozhattunk, hogy egy-egy választás során mindenki ígért minden szépet és jót, cserélődtek a nevek, cserélődtek a pártnevek, egyetlen egy dolog volt mindig állandó, hogy a Magyarországon élők, a magyar adófizetők, a választópolgárok, azok, akik ezt az országot folyamatosan építik és a hátukon viszik, azok nem jártak jól soha. Hát ezen kellene végre változtatni, azt a szokásjogot igazából, amikor is
úgy gondolják a politikai pártok, vagy úgy gondolják a politikusok, hogy csak a választások során kell nekik ígérni bármilyen dolgot, és akkor utána pedig el lehet felejteni a választókat. Mi egy olyan változást szeretnénk, ahol az emberek járnak végre jól egy-egy választás után, és mindenki azért dolgozik, hogy Magyarország és a magyar emberek minél jobb életet élhessenek, és minél inkább egy fejlődő pályára tudjuk állítani. Tehát igen, szükség van politikai garnitúra váltásra, és azt nem szeretnénk, hogy az egyik rossz helyett jöjjön egy másik rossz, tehát ezt mindenképpen meg kellene akadályozni. Ugye az elmúlt hetekben főleg Vona Gábor volt az, aki ugye a párt korábbi miniszterelnök jelöltje, azóta ugye már ő sem a Jobbik tagja, de ő volt az, aki a leghangsúlyosabban fejtette ki az álláspontját amellett, hogy két listára lenne szükség, mert főleg Gyurcsány Ferenc személye az, aki például a Jobbik, az LMP és a Momentum szavazói között egy elég megosztó figura. És ő arra hivatkozott, hogy 2022-ben úgy lehet kormányváltás, úgy lehet a legjobban maximalizálni a szavazatokat, hogyha ezek az emberek nem maradnak távol a szavazóurnáktól, és nem állítják őket abba a helyzetbe, hogy Gyurcsány Ferenc, tehát egy olyan listára kelljen szavazniuk, amin a korábbi miniszterelnök is rajta van. Az LMP is most elkezdett ezzel kapcsolatban kommunikálni, ugye Ungár Péter beleszállt egy Facebook bejegyzésében Gyurcsány Ferencbe, és Jakab Péter is korábban, minthogyha kommunikált volna ezzel kapcsolatban, hogy akkor most a Jobbiknak az a határozott álláspontja, hogy ennek az ellenzéki együttműködésnek és a kormányváltásnak akkor van a legnagyobb lehetősége, hogyha kettő lista van? Én úgy gondolom, hogy ismét azt kell mondanom, hogy nem tartunk jelen pillanatban itt. És főleg az a legrosszabb, amikor a különböző pártok a médián keresztül üzengetnek egymásnak, vagy pedig olyan helyzetet próbálnak megteremteni, mint amit azért tapasztalhattunk, hogy kvázi diktátumokat határoznak meg, vagy fogalmaznak meg a médián keresztül a többi pártnak, hogy vagy, ha nem ez lesz, akkor az rossz lesz. Én úgy gondolom, hogy lépésről lépésre kell haladni. A legfontosabb, amivel mindenki egyetért az ellenzéki pártok közül, az az, hogy Orbán Viktor rendszerét úgy lehet megdönteni, hogyha a 106 egyéni választókörzetben egy ellenzéki áll szembe egy fideszes jelölttel. Először erről kell leülni a pártoknak tárgyalni egymással. Ez létrehozható-e? Hiszen, hogyha ez nem hozható létre, és nem tudnak a pártok megegyezni a 106 egyéni választókörzetben, akkor teljesen felesleges listákról beszélni, hiszen a 106 egyéni választókörzetben kell először megegyeznie a pártoknak. Hogyha ez sikerül, és ez az első lépés megvan, tehát tud olyan kompromisszumokat kötni egymással, tudnak olyan kompromisszumot kötni az ellenzéki pártok, hogy van 106 egyéni jelöltje, a legjobb jelöltet kiválasztva természetesen az egyéni választókörzetekbe, akkor lehet tovább lépni a listákra. Mert akkor van értelme tovább lépni. De ennek és gondolkozni bocsánat, hogy belevágok, csak ennek az egyéni jelölteknek a kiválasztásának a mechanizmusa, az egy ilyen füstösszobában fog inkább eldőlni, vagy az van, ami most például az Egyesült Államokban is zajlik, hogy mondjuk előválasztás útján döntenének. Hát nem füstös, én nem füstösszobákról beszélnék, hanem ellenzéki tárgyalásokról, tehát ellenzéki tárgyalásoknál kell először leülni és beszélni erről a 106 választókörzetről, ki hogy látja, kinek milyen jelöltjei vannak, ki tudja elfogadni a másiknak a jelöltjét, milyen esetlegesen civil jelöltjét, van, mert olyan is lehet, hogy nem valamelyik párt jelöl egy adott körzetbe egy embert, hanem egy erős civil van ott, vagy bármi egyéb. Én szerintem erről kellene először beszélni. Az, hogy mi van Amerikában, és mi van Magyarországon, az két különböző dolog, hiszen Magyarországon is voltak előválasztások annak idején, hiszen ha emlékszünk rá, akkor két fordulós parlamenti választásoknál az első fordulót azt nyugodtan lehetett előválasztásnak nevezni. Ezt a Fidesz szüntette meg. Tehát a Fidesznek az volt az érdeke, hogy azt a választási törvényt, ami jelen pillanatban is érvényben van, jelen pillanatban még ezt kihangsúlyoznám, mert 2022-ig elképzelhető, hogy a Fidesz változtatni fog a választási törvényen, akkor egy újabb helyzet áll elő. Ez is mondtam azt például, hogy most még beszél a listákról, hát lehet, hogy majd egy év múlva a Fidesz meg fogja változtatni
És hogyha neki az lesz az érdeke, akkor biztos, hogy megváltoztatja, mert ugye már maga a választások tisztaságát az is megkérdőjelezi, hogy milyen választási törvény alapján bonyolítják le a választásokat. A jelenlegi választási törvények egyértelműen a Fidesznek kedveznek, ő írta át őket, a saját képére formálta. Tehát én azt mondom, hogy nagyon sok dolog van még, ami képlékeny jelen pillanatban, de el kell kezdeni dolgozni, el kell kezdeni az ellenzéki pártoknak egyáltalán megtalálni azokat a közös többszöröseket, ami alapján együtt tudnak dolgozni, ezt is mondhatnám közös minimumokat, hiszen itt még programokról is kellene beszélni. Erre szeretem volna áttérni. Mik azok az elképzelések, akár az egészségügyel, az oktatással, a szociális ágazattal, a nyugdíjakkal, a korrupció kérdésében, gazdasági kérdésekben, amiben egyet tud érteni az ellenzék, és amely alapján tudnak együtt dolgozni akár a választások után, hiszen nem csak a választásokig szól egy ilyen beszélgetés, vagy bármilyen megállapodás, hanem hogyha a választásokat megnyeri az ellenzék, és leváltja Orbán Viktort, akkor ezt az országot, mint mondtam, nekünk az a célunk, hogy egy fejlődő pályára állítsuk. Rögtön az első naptól el kell kezdeni dolgozni, és nem akkor kell majd azon gondolkozni, hogy mi az, amiben egyetértünk politikai programok szintjén, vagy szakmai, főleg szakmai programok szintjén, és mi az, amiben nem értünk egyet. Ugye most ebben is formálódik, de úgy tűnik, mintha két platform is lenne az ellenzéken belül. Ugye a Momentum nemrégiben tartott egy sajtótájékoztatót, ahol korábbi miniszterekkel közösen ezzel a V21 nevű értelmiségi csoportosulással egy korszakváltó kerekasztal létrehozását hirdették meg, ahová várják az ellenzéki pártoknak a csatlakozását egy jövőbeni kormányzati programnak a megalkotásáról. Ezzel szemben néhány nappal később pedig a Mindenki Magyarországa mozgalomnak a kongresszusán jártunk, ahol egy másik szintén ellenzéki értelmiségekből álló csoportosulás jelentette be azt, hogy különböző ilyen szellemi műhelyekben már el is kezdték a kormányzati programoknak a megalkotását, a közös gondolkozást erről, hogy mintha ebben is megosztottság, vagy legalábbis két oldal lenne az ellenzéken belül. A Jobbik részt vesz ezekben a különböző szellemi műhelyekben? Mindenféle kezdeményezésben részt veszünk, ami az ország érdekét szolgálja. Tehát mi eddig is így működtünk, ezután is így fogunk működni. Ez egyébként a parlamentben is bizonyítjuk, hiszen mi minden olyan javaslatot, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja, azt megszavazzuk. Teljesen mindegy, ki nyújtja be. Tehát amikor a Fidesz nyújt be olyan javaslatot, azt is megszavazzuk. Ha éppen az MSZP vagy a DK nyújt be olyan javaslatot, azt is megszavazzuk, hiszen nem azt kell nézni, hogy ki nyújtotta be, hanem az, hogy mi a tartalma mondjuk egy javaslatnak. És itt is azt mondom, hogy mi abban mondjuk érdekeltek, hogy egy minél szélesebb összefogás legyen Magyarországon az emberek között elsődlegesen. És ebben beletartoznak a pártok, beletartoznak a civil mozgalmak és mindenki más. Tehát az, hogy együtt gondolkodjunk, mi abban teljes mértékben nyitottak vagyunk és hajlandók is vagyunk részt venni ilyen megbeszéléseken, de itt is hangsúlyozom, hogy azokat a dolgokat kell megkeresni, ami összeköt minket, és nem az, ami elválaszt. Hiszen mind az ellenzéki pártokat egyébként szerintem mind esetleg különböző civil mozgalmaknál vannak olyan különbözőségek, amiben biztos, hogy nem értünk egyet. Most nem azokat kell kihangsúlyozni, hanem azokat, amiben egyet értünk, és amivel együtt tudunk dolgozni. Igen, csak nyilván ez meg visszavezethető talán a kilépések kérdéséhez is, hogy gyakran azzal kapcsolatban éri kritika most a Jobbikot, hogy pont ezek a más ellenzéki pártokkal szembeni különbözőségeinek a hangsúlyozásának a csökkentése miatt távolodnak el emberek egyszerűen a pártól, mert nem érzik azt, hogy érdemi különbség lenne mondjuk a Jobbik, a Demokratikus Koalíció, az MSZP vagy akár az LMP között, abban a tekintetben, hogy korábban a Jobbik egy nemzeti néppártként határozta meg magát, például nagyon a kezdetek óta egy nagyon határozott álláspontja volt a határon túli magyarok ügyében, most pedig nemrégiben Jaka Péter a Válasz Online-nak adott interjújában már azt is megkérdőjelezte, hogy egyáltalán kellene szavazati jogot adni a határon túli magyaroknak. Tehát, hogy nincs egy olyan veszély, hogy az ellenzéki együttműködés miatt, hogy ez létrejöjjön, és most mindenki próbálja az összes pártnak az az érdeke, hogy ezeket a megosztó témákat lenyomja azért, hogy létrejöjjön ez a legszélesebb körű együttműködés, hogy nem pont az a legnagyobb veszély, hogy elveszíti minden párt az identitását?
Hát sok kérdés volt benne a kérdésében, akkor válaszolok talán a legautentikusabbra, amit vissza is kell utasítanom. Tehát a kapitán nem azt mondta, hogy meg kellene vonni a határon túli választóktól a szavazatot. Sőt, a Jobbik álláspontja az, hogy lehet, hogy még szélesíteni is kellene ezt a kört, ennek a hangsúlyosságát, de valamit kezdeni kellene azzal, hogy ki hogy szavazhat egy-egy országgyűlési választások során. Én szerintem minket a határon túli szavazatoknál meg kellene fontolni azt, és Jakab Péter is erről beszélt, hogy vitatkozni kellene erről, meg kellene fontolni, hogy vajon az a megfelelő álláspont-e, hogy mondjuk egy határon túlélő ember szavaz arra a Pócs Jánosra mondjuk, aki egy cigány embert akart elégetni egy kazánba, vagy pedig szavaz egy ottani képviselőre, aki majd a határon túliakat fogja képviselni mondjuk a magyar parlamentbe. De ez csak egy ötlet. Tehát azt mondjuk, hogy el kellene kezdeni gondolkozni azon, hogy ez a jelenlegi rendszer megfelelő-e, amit a Fidesz fölépített, vagy pedig változtatni kellene rajta. De nem a szavazati jog elvételéről van szó. A másik lényeges kérdés, ugye, amit felvetett, hogy lehetnek-e szakmai viták. Igen, tehát kellenek is szakmai viták, de most elkezdhetünk mi vitatkozni jelen pillanatban arról, hogy mondjuk a DK az Európai Egyesült Államokat képzeli el külpolitikailag, és ezt az irányt kívánja képviselni. A Jobbik pedig egy erős nemzetállamok szövetségét, tehát egyáltalán nem azt képzeljük el, mint a DK-s. Most vitatkozhatunk mi a DK-val arról, hogy melyik a jó út, és melyiket kellene követni, és ebben szöges ellentétes a véleményünk. Csak amíg vitatkozunk, addig ezt az országot teljesen szétrabolják, és Orbán Viktor maradt továbbra is hatalmon. Először váltsuk le ezt a kormányt, és utána kezdjünk el vitatkozni azokról a szakmai kérdésekről, amikben nem értünk egyet, és próbáljuk meggyőzni a másikat. Hiszen Magyarországon a politikából az elmúlt 10 évben pont a párbeszéd és a normális viták hiányoznak, hiszen a Fidesz nem hallgat meg senkit. Azt hiszik, hogy náluk van a bölcsek köve, ők mindenkinél mindent jobban tudnak, és csak egy példát hozok fel, ugye 2016-ban, amikor a Fidesz szavazataival lehetővé tették azt, hogy a magyar börtönökben becsukott bűnözők, azok kártérítést kérhessenek és kártérítést ítélhessenek meg a számukra, akkor a Jobbik elmondta a viták során, hogy ennek ez lesz a vége, hogy nagyon sokat kell majd fizetni a magyar adófizetőknek, a magyar államnak a börtönviszonyok miatt. De hiába mondtuk, a Fidesz nem hallgatott ránk, egyedül ugye ők szavazták meg, és a Jobbik volt az, aki egyedül ellene szavazott ennek a törvénynek. Majd 4 év múlva most a Fidesz rájött, hogy a Jobbiknak igaza volt, és most megváltoztatja ezt a törvényt, ugye, hogy ne lehessen kártérítéseket fizetni. Ahelyett egyébként, hogy az a 4 év alatt kifizetett kártérítési pénzekből börtönöket építettek volna, és megfelelő körülmények között, ami ugye Európai Uniós előírások vonatkoznak rá, tartották volna fogva azokat a bűnözőket, akiknek börtönben van a helyük. Tehát én úgy gondolom, hogy először jussunk el oda, hogy legyen lehetőségünk vitatkozni dolgokról, próbáljuk meggyőzni egymást, és utána kezdjünk el vitatkozni azokon a különbözőségeken, amik megvannak a pártok programjaiban, vagy pedig a politikai hitvallásukban. Alelnök úr, itt a végén csak néhány rövid mondatban. A most kezdődő tavaszi ülésszakban, meg úgy általában az ellenzéki együttműködésen belül a Jobbik az elkövetkező időszakban mit fog képviselni? Hát ugyanazt képviseljük folyamatosan, és próbáljuk meg eljutatni az emberekhez Magyarország minden problémáját, ami, hogyha kimegyünk innen a stúdióból, akkor azonnal találkozunk vele. A szegénységgel, a mély szegénységgel, azzal, hogy az emberek mennyit keresnek, azzal, hogy hol tartanak a bérek ma Magyarországon, a nyugat-európai bérekhez viszonyítva, azzal, hogy Magyarországot egy rabszolga országnak tartják, ahol
egy adott cég ugyanazért a munkáért negyed annyi bért fizet Magyarországon, mint mondjuk Németországban, avval a szociális kérdésekkel, amik égetőek, az oktatás helyzetével, az egészségügy helyzetével, hiszen nonsens, hogy a 21. században Európa közepén azért hal meg évente 38 ezer ember Magyarországon, mert nem kap megfelelő egészségügyi ellátást. Tehát, hogyha megfelelő egészségügyi ellátást kapna, akkor életben maradhatnának ezek az emberek. Tehát ilyeneket nem szabad megengedni. Tehát annyi probléma van, hogy ezekkel fogunk foglalkozni. Mi az embereket kívánjuk képviselni, az embereket képviseljük a parlamentben, az ő hangjukat kívánjuk eljutatni mondjuk Orbán Viktorhoz is a napirend előtti kérdéseknél folyamatosan, hogy szembesüljön azzal a világgal, ami kint van, hiszen Orbán Viktor már egy elefántcsont toronyban él, most már nem csak képletesen, hiszen fönt a várból tekint le ránk, mint Magyarország teljhatalmú ura, és fogalma sincs arról, hogy mi a valóság. Tehát fogalma sincs arról, hogy az emberek milyen gondokkal küzdenek, fogalma sincs arról, hogyha valakinek állása van, akkor abban nem előre tud jutni, hanem éppen hónapról hónapra meg tud élni. Fogalma sincs arról, hogy milyen az oktatási helyzet ma, fogalma sincs arról, hogyha bemegy egy kórházba, akkor ott milyen állapotokkal találkozik, hiszen vannak olyan kórházak sajnos ma Magyarországon, ahol szerintem utoljára még mondjuk új épületet vagy bármilyen felújítást még mondjuk tudom én, Kumbéla idejében végeztek. Tehát ez nem jó. Tehát az egész rendszer, ami működik itt Magyarországon, van ilyen rendszer, ugye a nemzeti együttműködés rendszere, az én úgy gondolom, hogy Magyarországnak egyáltalán nem jó, és a magyar embereknek sem jó. Csak már attól félnek sokan, hogy még akár ezt is elveszíthetik, mert a Fidesz egy folyamatos félelemben tartja a magyar embereket, erre megvannak a saját praktikáik, hol Soros Györgytől kell félni, hol a migránsoktól, hol különböző más dolgoktól, mindig kitalálnak valamit, amitől félni kell, hogy az emberek rettegjenek, és úgy gondolják, hogy a Fidesz az egyetlen párt, amelyik meg tudja őket védeni, pedig ez egyáltalán nem így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehetünk. És ha már a félelemről van szó, ne féljetek megosztani a videónkat, hogyha tetszett, lájkolni és a különböző közösségi felületeken feliratkozni ránk. Köszönjük, hogy néztetek minket. Sziasztok! Sziasztok!